A mezőnyben Hosszú Ádám, Klacsák Bence, Horváth Norbert és Varga Csaba. A Veszprém együttese látogatott a Dunaújvárosi sportcsarnokba a futsal bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában. A találkozónak a hazaiak voltak az esélyesei, ugyanis a sárga mezben játszó vendégek a felsőház utolsó helyén álltak. Ennek ellenére Fehér Zsolt tanítványai a 9. percig nem tudtak betalálni, ekkor Klacsák törte meg a jeget. Ezt követően felgyorsultak az események, újabb találatot szereztek a hazaiak, majd szépített ugyan a Veszprém, de hosszú visszaállította a két gólos különbséget. Jön a második játékrész, egyelőre 3-1-re vezet a Dunafer. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban, akik ismét egy gólra zárkóztak. Nem sokkal később azonban Aradi állította vissza a különbséget, de ez sem tartott sokáig, ugyanis a Veszprém ismét betalált. A hajrában aztán eldöntötte a bajnoki pontok sorsát a Dunafer. Előbb Varga, majd Hosszú is eredményes volt, kialakítva ezzel a 6-3-as végeredményt. Nagyon jó mérkőzés volt, egy nagyon-nagyon kemény küzdelem. Én megmondom Franko, de abba fáradtam el, hogy tudtam azt, hogy mit várhatok, és volt a mérkőzésnek olyan peridőse, ami nem az történt, amit szerettem volna, vagy amit megbeszéltünk, és ezért egy picit felőrölte az energiámat, meg az idegrendszeremet, de nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy tudtunk nyerni az környezetben. Az akarattal nem volt baj. A játékkal, az a minőségben nem tudtunk fölnőni a Dunafer játékához. A Dunafer játéka az érettebb játék volt. Mindent megtettek a játékosaim, de egy nagyon nehéz időszakot élünk, amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni, hiszen önbizalmukat is vesztették a játékosaim, nincsenek is olyan állapotban a játékosaim, amilyenbe kellenének. Elemi hibákat vétenek, és egy ilyen remek csapat ellen, mint a Dunafer, nem lehet nyerni. A dunaújvárosiak a következő fordulóban Szombathelyre látogatnak, ahol a Haladás ellen lépnek pályára, majd május 23-án hazai környezetben fogadják a Nyírgyulai együttesét.